Köszöntöm Önöket, a Beszéljünk róla magazint látják. Gondolom, hogy sokaknak megfordul a fejében fiatal korában, hogy bizony én színész szeretnék lenni, aztán befutott filmszínész esetleg. Van, akinek sikerül, van, aki színházakban játszik, van, aki pedig nagyobb filmekben, de az álom szerintem mindenkiben benne marad, és hogy az álomból mikor lesz valóság, az akár Kiskunhalason is megtörténhet. Új képzésekkel indul a dékáni szakgimnázium itt Kiskunhalason. Három vendéget hívtam ide a stúdióba ezzel kapcsolatban. Be is mutatom őket, Mezei Zoltán színész, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának képviseletében. Jó estét kívánok! Jó estét! Cagányné Pásztor Anikó pedagógus, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! És aki nagyon sok színész palántát gardírozott már itt Kiskunhalason, és nagyon bízunk benne, hogy gardírozni is fog. Valamint Molnár Nándor igazgató, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnázium és Szakközépiskolája képviseletében. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Aki a dékáni körül jár, láthatja, hogy mind kívülről, mind pedig belülről változás van. Kívülről szépül az épület, belülről pedig új képzések indulnak, és ugye a szellemisége, az üzenete is megváltozott ennek az intézménynek. Hogyan kerül így be a képbe mondjuk a színészpalánta képzés? Hát igen, jól látják azok, akik arra járnak, hogy változás van. A változás valóban két irányban is tetten érhető. Intézményünk fizikailag a tárgyi környezetét tekintve is jelentős fejlődésen, változáson megy keresztül. Szépülünk, újulunk, változunk, és ahogy megjegyezte, az iskola szellemisége is próbál változni. Próbáljuk úgy kialakítani az iskola szellemiségét, hogy az egy kicsit vidámabb, fiatalosabb, kicsit gyerekbarátabb legyen. Igyekszünk úgy fölépíteni a munkát az iskolába, hogy ne csak hasznosan töltsék ott a pedagógusok és a gyerekek az időt, hanem vidáman is, hisz a vidámság hordozza magába a kreativitást, az alkotás lehetőségét, és mivel ezt fontosnak tartjuk, indítunk két olyan új szakot, ahol valóban a tanulók és a pedagógusok is megvalósíthatják ezt a vágyukat, hogy alkossanak. Az egyik az előadó művész ágazatba indítunk szakgimnáziumi képzést, aminek gyakorlatos színész a kimenetele. Erről fogunk itt egy kicsit bővebben beszélgetni, de azért meg kell említeni, hogy a közművelődés ágazatba a rendezvény szervező képzést is indítunk, ami úgy gondoltuk, hogy kicsit szorosan kapcsolódik az előzőhöz. Nem könnyű egy újfajta képzést elindítani. Milyen alapokra tudtak helyezkedni, támaszkodni? Azt gondolom, hogy alapjaink elég erősek. Az intézményünk több mint 10 éve folyt a drámatagozatos, úgynevezett drámatagozatos képzést. Ennek itt a kedves nézők is tanúi lehettek az elmúlt egy évtizedbe, bő egy évtizedbe, hisz amikor fénykorát érte ez a drámatagozat, akkor évente 2 előadással jelentkeztünk a városba és a város környékén. Olyan nagy sikerű előadásokat vittek a kollégáim, illetve a gyerekek színre, mint a Rómeó és Júlia, az Elizabeth, az Rényi. Tehát van erős alapunk ebbe, és hát jó pár tanítványunk, aki erről a tagozatról, erről a szakról kikerült, az a színészi pályát választotta, és jelenleg is színészként működik, tehát nem előzmény nélküli ez a mostani változás. Cagányné Pásztor Anikó felügyeli a gyermekek fejlődését. Hamarosan beszélünk a megvalósult projektekről is. Engem az érdekel igazán, én nagyon szerettem volna űrhajós lenni, de aztán rövid időn belül rájöttem, hogy 3 bukfenc után nekem annyi. Aki színész szeretne lenni, mert mindenki fejében megfordul ez. Ez egy gyönyörű szakma. Milyen feltételek kellenek, hogy meglegyenek? Hát tulajdonképpen alapvetően kell egy tehetség. Ha valaki nem rendelkezik a tehetség szikrájával, akkor ugyan fejleszthető és viszonylag egész magas szintre eljuttatható, azonban tehetség nélkül viszonylag nehéz színésznek lenni. Hogy mi kell ehhez? Tudjon szépen beszélni, tudja a gondolatait megfogalmazni, és szerintem ami az elsődleges, hogy amikor például elolvas egy verset, megnéz egy színházi előadást, akkor értse, tudja, hogy ott mi folyik. És ő gyorsan átkapcsolnék oda, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy annak kell eljönni feltétlen színésznek, aki egyszer már föllépett a színpadra, és elfogta az a wow érzést, hogy én most itt vagyok, Úristen, és ezt a színpadot nekem teremtették. No, nem biztos. Nagyon sokszor volt már úgy, hogy amikor drámatagozatos képzést folytattunk, még nem színészképzést,
a szülő célzatosan azért hozta oda a gyereket, mert a gyereknek nem voltak jók a kapcsolatai, a diáktársaival sem, a tanárokkal szemben is, mindig visszahúzódott, nem tudott kinyílni, és életem egyik legnagyobb sikerélményeként könyvelhetem el azt, hogy volt egy olyan 9-es kislány, aki átjött hozzám a város egy gimnáziumából, ahon minden tantárgyból megbukott, és úgy jött oda, hogy ő úgy is kimegy a szakiskolába, őt ez egyáltalán nem érdekli. 12-ben ő volt az iskola legkiemelkedőbb tanulója, felsőfokú angol nyelvvizsgával távozott és egyetemre nyert felvételt. Tehát itt tulajdonképpen alapvetően nem csak színészképzés folyik, hanem személyiségfejlesztés. És amikor a bevezetőben az hangzott el, hogy felügyelem a gyerekek fejlődését, én inkább azt mondanám, hogy segítem. Mert az én feladatom az, hogy felismerjem, hogy kiben milyen tehetség rejlik. Mert szerintem, ha 10 embert veszünk alapul, nem inkább a nagy számok törvényszerűségével dolgozzunk, ha azt mondjuk, hogy 10 000 emberből szerintem 9 000-ben van tehetség. Csak meg kell találni, hogy mi az a tehetség. Természetesen vannak olyanok, akikben semmiféle alkotó vágy nem él, de ott is lehet, hogy kibontakoztatható. Meg kell találni. Meg kell találni, igen. És azok a gyerekek, akik hozzánk jönnek erre a képzésre, azok megnyílnak. És hihetetlen módon elkezdenek felfényleni, amikor föllépnek, és akkor már tényleg ott a váó érzés nekik, hogy fellépnek a színpadra, és bizony képesek arra, hogy estéről estére, ha kell, meghalljanak, és újjászülessenek, és ha két néző van, akkor két néző előtt is játszanak, és ugyanolyan elánnal, és ez a művészi alázat. És azt hiszem, hogy mi eljutunk erre a szintre a 12-esekkel, és közben persze kialakul egy ilyen anya-gyerek kapcsolat óhatatlanul. Én minden érzések és történések tudója vagyok, és segítője természetesen, és tisztában vannak azzal, hogy meg lehet bennem bízni. Be is kukkantottunk egy ilyen órára. Mi minden történik itt? A kollégáim pedig rögtön el is indítják a bejátszást. Több irányú a dolog, ami ott történik, hiszen egyfelől meg kell tanulnia a gyerekeknek beszélni. Tehát egy alapvető dolog az, hogy aki színpadon szerepel, annak szépen, tisztán kell tudnia beszélni. Ha nem tud szépen, tisztán beszélni, a néző nem érti, hogy mi történik ott. Most azonban látom én is a monitort, és látom azt, hogy mozgásgyakorlatot végeznek a diákok egyfelől. Az izmokat kondicionáljuk, másfelől megtanuljuk fölvenni a ritmust, mert nem csak a zenének van ritmusa, hanem a színházi előadásnak is van ritmusa, és ha nem vagyunk ritmusban, a néző azt azonnal látni fogja. Tehát ha valaki kiesik ebből a közös ritmusból, és itt például lehet azt látni, hogy egy irányító hogyan tudja a csapatot mozgatni, nagyon szükséges az, hogy mindenki megfelelően koncentráljon, tehát ez egyfelől nem csak egy mozgásgyakorlat, hanem egy koncentrációt és együttműködés is fejlesztő gyakorlat. Természetesen most lehet látni azt, hogy egy kicsit belecsapunk abba, ami az alap, a légzéstechnika, hiszen ha jól vesszük a levegőt, az kitart a mondat végéig, ha jól vesszük a levegőt, akkor a színpadi középhangot minden esetben meg tudjuk zengetni, hogy hallják a nézők azt, amit mi mondunk, és természetesen vannak azok a közös rezgések, amiket el kell érnünk egy-egy foglalkozáson, amikor összekapcsolódunk mentálisan és fizikálisan is. Ezek az úgynevezett színpadi jelenlét gyakorlatok, nem azt látjuk jelen esetben most mindig a beszédtechnikát, a színpadi jelenlét pedig mára mesterség gyakorlata, amit majd Zoli fog elmondani, hogy mindez hogyan történik a gyakorlatban, mesterség gyakorlatok is vannak a színpadon, illetve természetesen ének és hangképzési gyakorlattal is foglalkozunk, hiszen alapvetően régen a színészet hőskorában nem volt ilyen, hogy prózai színész, meg énekes színész. Volt a színész, akinek aztán mindenféle feladatot el kellett látnia. Napjainkban azonban, mivel hihetetlen nagy mértékben megnövekedett a musical népszerűsége, ezért történt olyan, hogy igen, akkor van úgynevezett énekes színész, meg van prózai színész, de nagyon sokszor ez a kettő összemosódik.
Bocsánat, még hadd kapcsoljak vissza ahhoz, amit most látunk. Mi természetesen szituációkat is meg szoktunk oldani. Improvizálgatunk, vagy nyílt, vagy zárt végű improvizációkban dolgozunk, és itt a gyerekek aztán kiélhetik a fantáziájukat. Mezei Zoltán, Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának tagja. Hogyan is kapcsolódik be Szabadka mindebbe a halasi projektbe? Azt ugye el kell mondani a nézőknek, hogy Kiskunas és Szabadka nemrégiben aláírt már egy testvérvárosi szerződést, ezzel is megerősítve ezt az évszázados kapcsolatot. Így van. Ennek egy hosszabb előzménye van, azt gondolom, és ebben az előzményben fontosnak tartom, ha megengedik nekem megemlíteni Király Gábor kedves barátom nevét, akivel, hát nem tudom, közel 10 éve van egy nagyon jó együttműködésünk. A Szabadkai Népszínház, Magyar Társulata és a Kiskunhalasi Művelődési Ház között előadások cseréje, Gábor nagyon sokszor nézőket szervez, invitál hozzánk színházba, és nagyon sok előadás neki köszönhette azt, hogy elkerült ide Kiskunhalasra, és itt van egy máig is élő, működő kapcsolat, és hát ő volt bizonyos értelemben az összekötő, ugye, ha jól tudom, jól mondom, és a tanárnő keresett meg engem, vagy én nem tudom, kinek az ötlete volt az én nevem, hogy ez így előkerült, vagy fölpattant. Egyszerűen Gábor azt mondja nekem, hogy át kéne jönni, van itt egy gondolat, egy ötlet, üljünk le, beszéljük meg, stb. Átjöttem, leültünk igazgatóra, tanárnővel, és akkor előadták ezt, hogy ezek a tervek és szakirányú oktatás és előadó művészet. És milyen jó lenne, ha ezt profik oktatnák, vagy profi szakember bekapcsolódna ebbe a munkába. Hát muszáj elmondanom azt, hogy borzasztóan örülök neki, és nagyon tiszteletre méltónak és jó dolognak tartom azt, hogy az iskola vezetése, és most nem udvarolni akarok senkinek, tehát félreértés ne essék, ilyen módon gondolkodik a tanításról, hogy a gyerekek ne csupán lexikális tudást benyomjuk a fejükbe, x oldal könyv, x idő alatt aztán kilökjük őket az életbe, hanem fontos az, hogy milyen fölnőtteket képzünk, független attól, hogy színész, rendőr, kőműves, villanyszerelő, teljesen mindegy, elsősorban ember kell, hogy legyen, és fontos az, hogy a gyerek hogyan tölti ezt az x évet, amíg ott van, hogy jól érzi magát, meg tud nyílni a tehetség, ami van, amiről az előbb a tanárnő beszélt, az ki tud jönni, ki tud alakulni, mert mindenki tud valamit, mindenkiben van valami olyan. Ezek a szituációk. Tudnak esetleg a későbbi életben segítséget nyújtani? Mindenképp. Egy bizonyos helyzetben tudom, hogy mi kell, hogy legyen a szerepem. Mindenképp. Tehát attól függetlenül, hogy aki ezt a képzést elkezdi, mondjuk előadó művészeti képzés, nem föltétlen kötelező vagy muszáj, hogy belőle színész legyen. Az ő képességeitől függ a szerencsétől, függ az ő nyitottságától, függ az elhivatottságától, a fanatizmusától. Nagyon sok dolog játszik közre. Viszont a hétköznapi életben rengeteget segít, tanárnő már említette, kommunikáció, megtanul a gyerek kommunikálni, nem csak beszélni, kommunikálni, testjelekből olvasni, megérteni, kifejezni önmagát, egy kritikus szituációban kifejezni önmagát, és nem visszahúzódva, félve, elbújva, nagyon sokakban frusztráció van egy-egy konfliktus kapcsán, amikor a boltba meg kell szólalni nyilvánosan, postán, nem tudom, most teljesen hétköznapi dolgokat mondom. Viszont ha megszokja a növendék azt, hogy kiállok és beszélek, kiállok és engem hallgatnak, vagy csak figyelnek, ennek mindig van egy stressze. Ezt a stresszt ez az oktatás föl tudja oldani, tud tanítani, beszélni, mozogni, koordinálni a testemet, vállalni önmagamat, teljes értékű emberré lenni. Ez nagyon jó gondolat. Hogyan tud a diák beiratkozni mindenre a képzésre, illetve milyen feltételeket tud adni az intézmény, hiszen gondolom itt is van elmélet, illetve nagyon fontos a gyakorlat. Ja, hát mi a mi iskolánkban, mivel érettségi kell tenni a diákoknak a mi iskolánkban, úgy szoktuk mondani, hogy azért erős közepes tanulmányi eredményt el kell érni, mert ez az általános iskolai eredmény jelenti azt a biztos alapot, hogy eljut az érettségig, és sikeres érettségit kell
tenni, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, amit itt a tanárnő vagy Zoltán elmondott, hogy azért kell benne lenni egyfajta motiváltságnak is erre a szakra, erre az irányra. Én is azt gondolom egyébként, hogy független attól, hogy aztán a fiatal, az előadó művészet valamelyik területén el tud helyezkedni, vagy nem, ez egy nagyon hasznos képzés. Itt már ecsetelték előttem érzékletesen. Ez a képzés azért az önismeretet is nagyon fejleszti. Tisztában lesznek a saját lehetőségeikkel, képességeikkel a gyerekek. És az az élet minden területén borzasztó nagy előnyt jelent, hogyha valaki tud beszélni, valaki tud kommunikálni, valaki tud verset mondani, valaki tud énekelni, tud táncolni esetleg, tud mozogni, tud koordináltan, tervezetten, tudatosan föllépni. Ez nem csak a színészet területén, hanem sodorja bármerre az élet, aztán a fiatalt. Ezek olyan hasznos tudások, amik nagyon-nagyon megtérülnek. Még egy dolgot el kell mondani, ezt talán a tanárnő szerénységből nem mondta el. Ez a drámatagozat, vagy ez az előadó művészeti csapat, ez egy nagyon jó hangulatú társaság. Tehát ide élmény tartozni, itt mindig történik valami, a közös föllépések, a próbák, az izgalmak, ezek úgy összekovácsolják ezt a közösséget, hogy én azt gondolom, hogy az iskola egyik legjobb közössége is volt mindig ez a drámatagozatos csapat. Tehát egy nagyon sok érzelmi töbletet ad a gyerekeknek ez a fajta tanulmány. Ehhez még egy valamit szeretnék hozzátenni, ami számomra is meglepő volt. Ha végignézzük az iskolában a tanulócsoportok tanulmányi átlagát, akkor feltehetjük a kérdést, hogy melyik tanulócsoportja a legjobb. A 12-es végzős gyakorlatos színészeké. Szinte mindegyik egyetlen egy tag kivételével mindenki 4 fölött van természetesen. Tehát azért, amikor azt mondtam, hogy ez személyiségfejlesztés is, akkor majd lehet látni, hogy például egy bemeneti teljesítményhez képest milyen nagy változás van a kimenetnél. Tudunk mutatni olyan produkciókat, amelyben részt vett. Rengeteg, ebből van nagyon sok. Rengeteg diák szerepel benne, rengeteg embert meg tudtak mozgatni. Mi minden várhat a fiatalokra? Mert ők, amit tanulnak, azt meg is szeretnék mutatni. Szerintem egy hónapon belül, mert annyira örülnek neki. Hát igen. Ezek általában elég nagyszabású produkciók voltak, ha musicalekre gondolunk, de az én szívemhez azért nagyon közel álltak ám. Mi nem csak musicaleket mutattunk be, ez a látványosabb, hangzatosabb, nagyobb közönséget vonzó műfaj, de ugyanakkor mi például Exuperi kishercegét is bemutattuk, Tasnádi Malac befőttjét, most legutóbb a Rovarokat formáltuk át úgy, hogy én például a nézőtérre jó magam is sírva nevettem meg. Olyan karaktereket sikerült megvalósítani, amikre jó magam sem gondoltam volna. Ez volt a hőskor, ez a hihetetlen tömegeket mozgató, nagyon látványos musical. Szívemhez talán az egyik legközelebb álló az Rényi volt, hiszen olyan hazafiúi érzetet pengetett meg, tehát az egyébként azért került a repertoárunkba, mert én láttam Egerben, és akkor úgy szíven ütött, és akkor döntöttem úgy, hogy no, akkor most hozzuk már ide Kiskunhalasra is, hadd érezzék az emberek ugyanazt, amit én. Az a baj egyébként ezekkel a nagyszabású produkciókkal, hogy financiálisan nem nagyon lehet bírni, és egyre inkább nem lehet bírni, hiszen támogatnak mindenféle dolgot központilag is, pályázattal is, kivéve a művészetet. Visszakanyarodva egy kicsit arra, hogy mi vár a diákokra. Sok-sok élménydús óra, nap, hónap, év, mert hogy egyfelől nagyon-nagyon jó hangulatúak ezek a próbák, másfelől azért a nézők nem gondolják, hogy milyen iszonyatosan kemény munka van a háttérben. Nagyon sokszor, amikor egy-egy bemutatóra készülünk, most például a Rovaroknál is, beköltöztünk egy fűtetlen terembe, mert még nem volt fűtés, de a hétvégét ott töltöttük, együtt aludtunk, már nem úgy, egy teremben voltunk, ott aludtunk hálózsákban, éjszaka 2-ig próbáltunk, hajnalban 4 felkeltünk, mert úgy gondoltunk, hogy ez a termékeny időszak, és tényleg termékeny időszak lett, tehát ilyenek is várnak rájuk. Várnak utazások is, hiszen a környező kis településekre elmegyünk, és olyan találkozások, amikre nem számítanának. Amikor
oda jön egy kisfiú, és ártatlanul nyílt tekintettel fölnézést, és mondjuk az egyik szereplőmnek mondja, hogy én szeretlek téged. Tehát azért a helyzeteket időnként kezelni is tudni kell. Ugye azt tudjuk, hogy Szabadkán nagyon pezsgő a színházi és kulturális élet. Önök átjárnak ide Kiskunhalasra is, előadásokat tartanak, elhozzák a művészetet. Aki szeretne érdeklődni a színészet iránt, mire figyeljen legelőször? Én ha belegondolok, hogy egy színdarabban kellene szerepet játszani, először a szövegre gondolok, hogy azt be kell magolni. Aztán azt vissza is kell mondani a színpadon, majd ezt követően még azt az adott szerepet is eljátszani. Adjon gyakorlati tanácsot azoknak a szülőknek, fiataloknak, akik most nézik esetleg ezt a műsort, és azt mondják, hogy anya, apa, engem ez érdekel. Én azt gondolom, hogy ebben van a kulcs, ebben a mondatban, hogy engem ez érdekel. Na ugye ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb. Tehát az a belső motiváció, ami egyszer csak kialakul a gyerekben, vagy az ember fölnőttben is, teljesen mindegy, tehát hogy ki tulajdonképpen mondhatni azt, hogy sohasem késő ezt a pályát elkezdeni. Nyilván most ugye gyerekekről beszélünk. Látja a tévét, moziba jár, számítógépezik, eljár színházba, jobb esetben. Itt van a szülőnek nagyon nagy felelősség, hogy meg kell mutatni, hogy a számítógépen és a tévén túl van színház is. És nagyon sokszor ott történik a gyerekekben egy meghatározó élmény, amikor élőben találkozik azzal a varázslattal, amit az emberek, amit a színészek, zenészek, közösen, művészek ott fönt létrehoznak. Minden előadás egy-egy csoda. Valaminek ott meg kell történnie, amit nem is mindig látunk, nem mindig lehet azt próbálni, nem mindig lehet kitalálni. A keretét, a vázát természetesen igen. És ez tud olyan hatással bírni egy-egy előadás, egy-egy gyerek életére, vagy döntésére, amire azt mondja, hogy hú, ez most engem megérintett. Legyen az vers, legyen az musical, legyen az dráma, teljesen mindegy, hogy milyen műfaj. Megérintett, és onnantól kezdve engem ez érdekel, ha érdekel, akkor hajt, ha hajt, akkor van hozzá elég erőm, van elhivatottságom. Fontos, igen, a tehetség is, de én az előbb említett háromat talán még fontosabbnak tartom a tehetségnél. Egyszer beszélgettem egy színésszel, és azt mondta, hogy az a szerencse a színházban, hogy nincs annyi robbanás, mint a filmeken, ezért a nézők a színészekre figyelnek, és a mondani valóra. Valóban is itt jön a dramaturgiai csend, mert sokszor az életben a dramaturgiai csend ugyanúgy előjön. Pontosan, tehát a csendnek ugyanakkor ereje van, sőt, sokkal nagyobb ereje van néha a csendnek, mint a szónak, és a szó akkor fog kifejezésre jutni, ha előtte vagy utána csend volt. Igazgató úr, hogy ne legyen csend, mikor indulhat az első ilyen képzés, és milyen szisztéma szerint fogadják a diákokat? Hová kell egyáltalán jelentkezni? Ez a képzés, amiről itt közösen beszélgetünk, illetve tervezgetjük, ez 2018. szeptemberében indul. A 2018-19-es tanévre február közepéig kell a jelentkezéseket beadni az általános iskolákon keresztül. Így lehet jelentkezni a megadott föltételek szerint. Azt azért még el kell mondani, és azt hiszem, hogy nagyon lényeges, hogy ez a fajta képzés, amiről itt beszélünk, ez mindenféleképpen egy lépés előre. És itt arról beszélgetünk, illetve a Népszínház segítségét abba kértük az együttműködését, hogy a gyerekeink szakmai elméleti gyakorlati oktatásába színészek vegyenek részt, színészek oktassák őket azokra az alapfogásokra, a mesterség alapjaira, akik gyakorolják ezt a mesterséget, és a Népszínházzal való kapcsolat, a Magyar Társulattal való kapcsolat azt is meg fogja engedni, hogy kicsit a színházzal ne csak a nézőtéren keresztül ismerkedjenek a gyerekek, hanem a színpad másik oldalára is átmenjenek. A szakmai gyakorlatok alkalmával, az évközi és az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok alkalmával azt a szerteágazó színházi életet meg tudják ismerni, bele tudjanak szagolni, egy kicsit kedvet tudjanak kapni, ami a színpad másik oldalán folyik, illetve az iránt, ami oda vezet, hogy aztán megtörténik az a varázslat a színpadon az előadás alatt. Tehát addig nagyon sok munka és nagyon sok folyamat zajlik. Mi azt várjuk, hogy a magyar társulattal egy ilyen együttműködés fog beindulni, illetve fog kialakulni egy ilyen gyakorlat.
És ugye ne felejtsük el, hogy a színházban még ezer egy szakma ott képviselteti magát, hiszen a világosítás az nagyon fontos, akár a zene, bármi, tehát ezer szállal kapcsolódik. Szabadkán egyébként sikerül megmozgatni az embereket? Önöknél például Szabadkán milyen színészképzés van? Van-e egyáltalán? A Vajdaságban, inkább akkor így fogalmazom, Újvidéken van színészképzés, tehát Újvidéken van egy színművészeti főiskola, már a 70-es évek óta, amelynek van magyar tagozata. Ott a főbb tantárgyak magyar nyelven, az elméleti tantárgyak szerb nyelven történnek, de a Vajdaságban, tehát a délvidéki magyar nyelvterületen, Újvidéken van színészképzés, és a szabadkai színészek, az entaiak, az újvidékiek, tehát aki Vajdaságban magyarul színészként tevékenykedik, annak a zöme Újvidéken végzett, jó magam is. Akkor bocsánat, ez egy előz... ha igen. Esetleg közbeszólhatok, mert még egy nagyon friss és jó információval tudunk szolgálni, hiszen azért lesz egy neves előadónk is. Igen, többeket szeretnénk, ahogy igazgató úr is mondta, a színházat is szeretnénk bekapcsolni ebbe az együttműködésbe, oly módon, hogy a gyerekek belelássanak a próbák különböző fázisába, a profik hogyan csinálják ezt, egy profi rendező hogyan működik, mi az olvasó próba, mi a beállító próba, milyen a fő próba, ott már megjelenik a technika, a hang, a fény, a díszlet, a kosztüm, a smink, tehát egy csomó művészet találkozik, és ezáltal ezekre a úgymond társművészetekre is betekintése lehet a gyerekeknek, amelyek ott profi módon zajlanak. Ezen túl az Újvidéki Művészeti, vagy Újvidéki Színművészeti Főiskola egyik osztályvezető tanára is bekapcsolódik ebbe az itteni képzésbe, nevezetesen Hernyák György, én az ő tanítványa vagyok, és nagyon sokan még a Szabadkai Népszínházból az ő tanítványai vagyunk. Mi az Újvidéki Főiskolán, én tanársegédként működtem 6 évig, 2000-es évek elején, és mi ott nagyon jó tandemet képeztünk, hogy ezt mondjam, tehát nagyon jól egymásra tudtunk hangolódni, és amikor engem megkerestek, akkor én rögtön említettem, hogy szerintem többeket be kéne vonni ebbe az oktatásba, a Népszínház társulatából színészeket is, akiknek erre van affinitásuk, de mindenképpen Hernyák György tanár úrra gondoltam elsősorban, és amikor őt megkerestem, akkor ő örömmel vállalta ezt a fölkérést, és ezen kívül a Népszínház mostani művészeti vezetője Gyarmati Kata, aki szintén nyitott ezen együttműködés előtt, úgyhogy elvileg minden elő van készítve ahhoz, hogy elkezdjük kitalálni, hogy akkor ezt így, és a gyakorlatban ezt megvalósítsuk. Bízom benne, hogy mindez sikeres lesz, és 2018-ban ifjú színész palántákat láthatunk majd. A mi függönyünket most összehúzzuk, mert műsoridőnk véget ért. Én nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat, és sok sikert kívánunk ehhez a munkához. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük a lehetőséget. Hát akkor függöny le. Kedves nézőink, jövő héten szerdán 7:30-kor ismét lesz Beszéljünk róla. Viszontlátásra.